Felélénkült a lakáspiac, szinte mindenhol adnak-vesznek az országban. Továbbra is megállíthatatlanul emelkednek közben a lakásárak, de a kereslet úgy tűnik, hogy nem csökken emiatt sem. Január első három hetében 8%-kal nőtt az eladott lakások száma. Ez egy 80 négyzetméteres nappali plusz kétszobás lakás. Ezt a 80 négyzetméteres bútorozott lakást 38 millió forintért árulják Teskándon, Zalaegerszeg vonzás körzetében. Az ingatlanügynök az M1-nek azt mondta, ahogy országosan, úgy itt is érzik a folyamatos áremelkedést. 10-15-20%-os emelkedést tudtunk regisztrálni a piacon az elmúlt időszakban, ez viszont nem befolyásolta a keresletnek a meglétét. Ugyanúgy keresik az ingatlanokat, a használt ingatlanok iránt is megnövekedett a kereslet. Ezek a budapesti ingatlanok még meg sem épültek, már megvannak a tulajdonosaik. Ahogy a szakemberek mondják, már a tervező asztalról elkeltek a lakások, pedig az építkezés csak ezután indul. Rengeteg az új építésű ingatlan az országban, és egyre több lakás épül. Idén csak nem 25 ezer új otthont adnak majd át. Szakértők szerint a főváros mindig is népszerű volt. Elsősorban nem a belvárosi, vagy nem csak a belvárosi ingatlanokat keresik, hanem mennek kijebb a külső kerületekben, esetleg Budapest agglomerációjában is erősen érdeklődnek a családi házak, sorházak iránt, hiszen még mindig sokan szeretnének egyre nagyobb és szebb lakásba költözni. Nagyon népszerűek az újépítésű ingatlanok, és nagyon népszerűek a külterületeken a sorházak, családi házak is. A vidéki városokban 5,7%-kal nőttek a lakásárak 2021 harmadik negyedévében. Az éves áremelkedés mértéke pedig majdnem elérte a 20%-ot. Ez derül ki a jegybank lakásárindexéből. Az adatokból látszik, hogy Budapesten is emelkednek az árak, de kisebb mértékben, mint vidéken. A harmadik negyedévben a 1,5%-ot, éves szinten pedig a 9%-ot is meghaladta az áremelkedés a fővárosi lakáspiacon. De hiába a magas árak, országszerte tovább élénkül a kereslet. Vagyis egyre többen vannak, akik ingatlanba fektetik a pénzüket. Szakértők szerint ez annak is köszönhető, hogy a kormány számos segítséget nyújt a családoknak. Ilyen például a babaváróhitel, a házassági adókedvezmény, a zöld otthon program vagy a családi otthon teremtési kedvezmény.